szeretnünk kell otthonunkat, szeretnünk kell családunkat. Ennek érdekében pedig én úgy gondolom nem elég csak erre várni, hanem tenni is kell. Békés megye képviselőtestülete elhatározta, hogy megpróbálja újra értelmezni a otthonunkhoz, a közösséghez való viszonyunkat, és bizony ennek fontos része, hogy nem csak lakunk valahol, hanem ott az otthonunknak érezzük ezt, és ezért tenni kell, és ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy egyrészt az I Love Békés megye programsorozatában az itt élő embereknek adjunk érveket, élményeket azért, hogy miért maradjanak Békés megyében, miért érdemes itt élni, hiszen egy nagyon szép vidék, és ha van megélhetés, akkor bizony ez élhető is. Ezért is indítottuk el azt a Szeretlek Békés megye programsorozatot, amely elsősorban a megyén túliak felé mutatja meg értékeinket, azokra, amire büszkék vagyunk. A múlt év őszén a Művészetek Palotájában indítottuk el az első eseményt, ahol az intézményeink a partnereiket hívták meg, és a végén egy nagy koncerttel záruló konferencia volt. A gyermekvédelemben érintett közel 600 gyermek méltatlanul alacsony, közel csak a tényleges költségek felét alig elérő kormányzati támogatást kap. Erre föl szerettük volna hívni a figyelmet, ezért a télen Budapesten a Szent István Bazilika felajánlásában szintén egy koncertre invitáltuk nagyon hidegbe, de annál melegebb szívvel emlékezhetünk erre a programra. És most harmadikként Mága Zoltán felajánlását is, és a Békés Csabai evangélikus gyülekezet felajánlását is figyelembe véve, harmadik elemeként pedig most próbálunk vendégeket fogadni, meghívni a nagycsaládosokat, a nevelőszülőket, akik a legnagyobb terheket viszik, hiszen a családok a jövő generációja érdekében rengeteget tesznek ezért a vidékért. De másrésztről szeretnénk mindenki mást is, hiszen egy nagyszerű koncertélményre is mód nyílik, és ezzel azt gondolom Szeretlek Békés megyének egy olyan harmadik elleméhez jut el a megyeszékhelyre, amely hasonlóan, mint a budapesti másik két rendezvény, jótékonyan hozzájárul Békés megye hírnevének öregbítésére, elkötelezettségében a családok irányában, a gyerekek irányában, és ehhez pedig partnereket, együttműködőket keres egy jótékonysági koncert keretében. Mi azt gondoljuk, hogy a családban van legjobb helyen a gyermek, főleg a sajátjában, de hát nagyon sokan nem ebben a helyzetben vannak. Békés megyében 600 ilyen gyermek van, és egyre növekvő arányban, akinek vagy szociális okok miatt, vagy egyéb családi okok miatt elkerül a saját családjából. Az a kör, ahonnan kikerülnek a gyermekvédelembe vont gyermekek, családok, azok valóban már a legnehezebb, a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, önmagukról már gyakorlatilag nem tudnak gondoskodni, önkormányzati segítségre szorulnak, és ebben én úgy gondolom döntő szerepe van, hogy még a megyék nem adták föl ezt a szolgáltatást, és óriási adósságok vállalása mellett is, de fenntartják. Az egész ország egy támogatásra szoruló helyzetbe került. Én úgy gondolom, nem elég a támogatást várni, mi ennyivel többet teszünk, hanem egy olyan összefogás kell megfogalmazni, ahol jó szívvel és kedéllyel, jó lélekkel tud az ember adományt adni és elfogadni, és emellett pedig ehhez hozzá tud adni egy olyan értéket, ami azt gondolom maradandó élményt jelent, egy koncert egy nagyon szép környezetben. Nagy családosok egyesületeit hívjuk, hiszen csak Békés megyében 21 ilyen egyesület van, de az ország más területéről is, legalább ennyire, mint azt a több mint 120 nevelőszülőt is, akik Békés megyében gyermekekről gondoskodnak a gyermekvédelemben érintett 430 férőhelyet biztosított gyerek ellátórendszerből, és legalább ennyire várjuk azokat a jó szándékú embereket, akik egy jó koncert keretében szívesen adakoznak is.